Az elmúlt éven elfogadott a 2014-2020-as időszakra szóló kulturális stratégia éves felülvizsgálatára került sor Sárospatakon. A szakemberek által készített összegzés szerint már egy év alatt jelentős eredményeket értek el. Az új főtéren nyílt internet elérést biztosítanak, új országos élőképet sugázó rendszerhez csatlakoztak, tucatnyi programot rendeztek a Makovec téren, amely környezetében felújították a játszóteret, a régi zenepavilont és új kültéri fitness elemeket is kihelyeztek. Hál' Istennek kinyílt a, a kapuk az Eszterházi Károly Koménuszkara felé is, így a várossal együtt a főiskola olyan turisztikai és tudományos rendezvényeket hozott ide. A turisztikait azért említem, mert a két rendezvényen közel ezer ember vett részt öt napon keresztül Sárospatakon, tehát ez mind a turizmus felé, mind a kulta és oktatás felé is egy nagyon komoly nyitás volt. Valamint modernizáltuk a Sárospataki honlapot, ezzel együtt a Zemplén televízió és az újság színvonala is emelkedett, hisz technikai fejlesztéseket hajtottunk végre. A város kitüntető rendeleteiről is tárgyalt a bizottság. Nemrég a ballagásokon adta át a polgármester az újonnan alapított junior pro urvedíjat a középiskolák előterjesztés alapján. Hamarosan következik a pedagógus nap, amely alkalommal a Comenius emlékérmek és a Szabó Károly díj átadására kerülne sor, ám a bizottság új javaslattal élt. Pont a, azoknak a részvétele volt nagyon kevés, akiért ez a ünnepség szól, ezek a pedagógusok. Így mi úgy döntöttünk, hogy javasolni fogjuk a testület felé, hogy ennek nagyobb nyilvánosságot adjunk a Koménusz Emlékérem és a Szabó Károly díj átadására. Azt a javaslatot tesszük le a képviselőtestület asztalára, hogy ez az állami ünnepen, augusztus 20-án a várban kerüljön átadásra. A Humán Bizottság támogatásra javasolja a képviselőtestületnek a Koméniusz utcán található közterület elnevezését, így várhatóan Vas-Albert partnak hívják azt a helyet, ahol már egy emlékő is áll az író tiszteletére. Szintén támogatnák a karatésok kérelmét, hiszen nemzetközi versenyre jutottak ki a fiatal patak és